A himnusz eléneklésével és koszorúval is megemlékeztek a Magyar Hősök Napja alkalmából a két fiatal katonára, akik 1944. április 3-án zuhantak le repülőgépükkel Paks határában. Emléküket a Hidegvölgy utca feletti dombos területen szobor őrzi. Minden magyar hős, aki életét áldozta, megérdemli, hogy emlékezzünk rá. Nem azért, mert hogy illik megemlékezni, hanem valóban a legdrágábbat, életüket adták, és hősi halált haltak. Ez a két fiú Budapest első bombázása után parancsot kaptak, és ezzel a parancssal szálltak föl Budapestről, hogy menjenek a bombázó raj után. Közöttük volt a Zsámboki Dezső és a Sarlós Géza. Az amerikai vadászgépek üldözőbe vették őket, és el is találták a gépüket. A rádiós lövész Sarlós Géza megsebesült, Zsámboki Géza pilóta megpróbált leszállni, de sikertelenül. A két katona hősi halált halt. A tragikus eseményről való megemlékezésen Sallós Géza leszármazottai is tiszteletüket tették az emlékműnél. Nagy Irma, anyai nagyanyjának a testvére volt a katona. Ami egy meglepetés, a unokájától most kaptunk egy Bencétől, ugye, ha jól tudom. Most kaptunk egy darabkát a repülőből, amit nagy becsbe fogunk tartani. Nemeshodosba. Nemeshodosból Győri Béla is koszorúzott. A Csemadok szervezet nevében koszorúztunk, de viszont ez a Csemadok szervezet, ahhoz tudni kell, ugye ez a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége, ma már ugye Szlovákia vagyunk, de a történelmi nevet meghagytuk, tehát ez egy kulturális szervezet, melynek tagjai magyarok, úgy, ahogy a községünk több mint 80%-a magyar ajkú, tehát azt mondhatom, hogy ezzel a koszorúval hoztuk a Fölvidék, a Csallók és a Szürke Pátriánk Nemeshodos összes lakosának a tiszteletét és meghajlását az emlékmű előtt és a hősök előtt. Az emlékművet Farkas Pál szobrászművész alkotta, amelyet 28 évvel ezelőtt 1994. június 11-én avattak fel.